Thank you.
Az évzáró gálán az iskola valamennyi csoportja fellépett, és közöttük a pacurka és a csimpolya, akikkel én magam is foglalkozom évközben, hát néha besegítettem a másik kis csimpolya csoporthoz is egy-egy tényleg csak segítség erejéig, tehát egy koreográfia készítés kapcsán. Az év az azt gondolom, hogy a két csoportnak az előző évekhez képest, tehát az előző évi eredményeknek a folytatása szépen jött ezen a, vagy ebben a tanévben is. A kisebbekkel, a pacurkával, hogyha róluk beszélünk, akkor ők ugye az előző években tanulmányi versenyeket nyertek, 2010-ben csoportos tanulmányi versenyt nyertek, 2011-ben kamara tanulmányi versenyt, és most az éven ugye az országos tanulmányi verseny az egy szóló tanulmányi verseny volt, és hál' Istennek most is sikerült az egyik párunknak az országos harmadik helyezést elérni, tehát a tanulmányi versenyen rendkívül jól szerepelni. Emellett a csoport az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesület regionális fesztiválján is szerepelt többek között. Ugye ez egy olyan fesztivál, ahol zsűri előtt kell fellépniük a gyerekeknek, és a zsűri értékeli a gyerekek munkáját, és nagyon szép eredményt sikerült elérni, hiszen az egyik koreográfiával az ifjúsági antológiába javasolták a csoportot, és ezen kívül pedig országos fesztiválra. A nagyobbak, a csimpolya ifjúsági csoport, most már őket nem gyermekcsoportnak szoktuk nevezni, hanem ifjúsági csoportnak, hiszen ők az iskola legnagyobbjai, tegyük hozzá. Ők az ősz folyamán elkezdtek foglalkozni a kalotaszegi és a hajdúsági táncokkal. Ősszel még ifjúsági fesztiválon vettek részt Nyíregyházán, és több fellépésen szerepeltek együtt a Bodrog Néptánc Együttessel, de önállóan is felléptek. Legutóbb például az elmúlt hétvégén Szlovákiában, a Kassa megyei járásban a Csereháti Népművészeti Fesztiválon láthatták őket. Én azt gondolom, hogy ezeknek a csoportoknak nagyon jól sikerült az év, és büszke vagyok azokra az eredményekre, amiket sikerült elérnünk. A folyamatos nyilvános szereplés az nagyon fontos egy csoport életében. Mennyire erősíti őket meg? Hát természetesen nagyon fontos. Maga a művészeti oktatás az nem a bemutatásokról szól, és nem a színpadi fellépésekről szól. Az inkább már csak egy vonzata, mert a művészeti oktatás a művészeti iskolában, tehát oktatás folyik. Táncanyagokat tanulnak a gyermekek, gyermekjátékokat tanulnak a gyerekek, szokásokkal ismerkednek, elméleti tárgyakat tanulnak, tehát ugye néprajzzal foglalkoznak, vagy tánctörténettel foglalkoznak, de mégis a csúcsa mindig az a dolognak, ami egy bemutatandó, vagy bemutatható produktum. És ezért is vannak tanulmányi versenyek, ezért is vannak fesztiválok, hogy a gyermekek ezeket az egész éven tanult ismereteket valamilyen módon összegezzék. Erre ugye a koreográfiák leginkább az alkalmasak, tehát műsorokat készítünk, és ezekkel a műsorokkal színpadra lépnek. Azt gondolom, hogy enélkül maga a művészeti oktatás az nem igazán működik. Mielőtt beszélnénk a másik csapatról, pontosan ezt akartam, hogy utóbbi időben, vagy években ugye azt lehet tapasztalni, hogy egyre fontosabb az, hogy egyfajta idézőjelben, tehát show műsort adjon elő egy csoport. Ne csak táncoljon, hanem egy igazi kerek történet jöjjön ki. Ezt ugye nap mint nap tapasztalhatjátok, és ugye ezzel kell foglalkoznotok. Miért alakult ki ez a trend, vagy jó-e ez a fajta irány? Tehát valóban az igaz, hogy a korábbi években évtizedekre visszamenőleg, amikor a magyar néptánc mozgalom ugye fellendült, akkor leginkább az volt az irány, hogy egy-egy táncanyagot valamilyen formában színpadra tegyenek. Na most ennek is voltak természetesen különböző irányai, meg különböző divat hullámai. És hát most azt gondolom, hogy talán éppen azért, hogy érdekesebbek legyenek ezek a bemutatók a közönség számára is. Tehát ezért, és azt gondolom, hogy sok mindent tanulnak a gyerekek, a játékokat, a szokásokat, a meséket,
Ezekkel foglalkoznak, és mindezt összegezzük ezekben a színpadi produktumokban, úgymond a koreográfiákban. Tehát vannak olyanok, vannak olyan úgymond táncműhelyek, ahol inkább a magára a hagyományos néptáncnak egyszerűen a színpadra állítására vagy azzal foglalkoznak, és hát vannak olyanok, ahol, és azt gondolom, hogy talán mi is egy kicsit ebbe az irányba haladunk most, ahol szokásokat dolgoznak föl, meséket dolgoznak föl, gyermekjátékokkal mindenképpen fűszerezik vagy színesítik ezeket a programokat. Ez belső igény, vagy a közönség igénye? Hát én azt gondolom, hogy inkább annak az igénye, hogy megpróbálunk érdekessé tenni dolgokat. Tehát abban kell gondolkodni, hogyha egy például nagyon két közeli táncanyagot említünk, tehát mit tudom, Szabolcs-Szatmár megyéből a Rétköznek a táncanyaga, vagy a Bodrogköznek a táncanyaga, az olyan nagyon-nagyon nem különül el. Főleg egy külső szemlélő részére, aki megnézi, verbunk van itt is, ott is, lassúcsárdás, frisscsárdás van itt is, ott is, körcsárdás van itt is, ott is. Tehát nem nagyon mond újat azoknak az embereknek a számára az egyik vagy a másik, akik magával a néptánccal nem foglalkoznak. És akkor viszont, hogyha az egyik táncanyag kapcsán feldolgozunk egy lakodalmi szokást, a másik táncanyag kapcsán például feldolgozunk egy mesét, akkor már mind a kettőnek van egy sajátos mondanivalója, azzal a sajátos mondanivalóval meg tudtuk mutatni azt a táncanyagot, az abban rejlő értékeket, meg tudtuk jeleníteni azt a népzenei kultúrát, ami arra a tájegységre jellemző, és megjelentek esetenként azok a viseletek, amelyik a rétközi táncokra, vagy a rétközre jellemzőek, vagy a rétközben alakultak ki, vagy pedig a bodrog közben. Tehát azt gondolom, hogy ezek eszközök ahhoz, hogy színes, gazdag, szép produkciók jöjjenek létre, ami érdekes a közönség számára is.
Nekem elég sok csoportom van, az előző két említett csoportban is dolgoztam, de most elsősorban arról beszélnék, akiket egyedül tanítok. Ugye hát mindkét óvodában vannak csoportjaim, és ők nekik is volt alkalmuk már bemutatkozni, bár ott nem erről szól azért a dolog. Elsősorban arról, hogy rengeteget játszunk, énekeljünk, jól érezzük magunkat, de fölmerült igény, hogy azért ők is mutatkozhassanak meg színpadon. Úgyhogy a Karolina óvodásoknak a május 1-i majálison, az Örömhírvétel óvodásoknak pedig a Pünkösdi Gyermektánc találkozón volt már alkalmuk színpadra lépni a tegnapi gála előtt. Vajdácskán van két csoport az iskolának tagozataként. A nagyokkal, nagyon sok ott a vajdácskai felső tagozatos gyerekekkel nagyon sok fellépésünk volt iskolai rendezvényeken, illetve szólótáncversenyre jött egy pár, aki fődíjat is nyert itt a versenyen. Azon kívül a Miskolc megyei szövetségek, illetve a Baranta Szövetség meghirdetett egy ilyen tehetségkutató versenyt, amire a ottani Kaláris csoporttal, tehát a nagyobbakkal beneveztünk, bejutottunk a döntőbe, és a döntőben a második helyezést érték el, és nagyon-nagyon, tényleg nagyon szépen szerepeltek, illetve egy ilyen Bodrog közi Ki mit tud, ahová felső Bodrog közi településekről, illetve alsó Bodrog közi településekről jöttek különböző csoportok, illetve egyedül is gyerekek, hiszen különböző művészeti ágakban lehetett versenyezni, és ott a csoportos néptáncban egyedül a vajdácskai Kaláris csoportot emelték ki. Tehát itt nincs olyan, hogy első, második, harmadik hely, hanem csak a legkiemelkedőket díjazzák, és ott a csoportosban csak őket, illetve a párosból, a kettő díjazott párosból az egyik, az szintén a vajdácskai Kaláris táncosa volt. A kicsikkel pedig, hát szintén iskolai rendezvényeken szerepeltünk, ők még első, második, egy-két harmadikos gyerek, tehát ők nekik még az pont elég, illetve a Pünkösdi Gyermektánc találkozón, és tegnap a gálán. Nekik még szokni kell ezt a helyzetet. Hát velük elsősorban alaplépéseket, meg hát sok játékot, ugrós mindenféle formában tanulunk, hiszen az a cél, hogy egy élmény nyújtson ez a foglalkozás, amellett, hogy természetesen tanulnak dalokat, fejlődik a memóriájuk, hiszen meg kell jegyezni helyeket, folyamatokat, de azért leginkább az a célunk, hogy tényleg egy jó érzéssel mehessenek haza, és jól érezzék magunkat, magukat. A kis csimpolyások, ők életükben először voltak most fesztiválon a tavasz folyamán. Sokat gondolkodtam rajta, hogy nevezzem, ne nevezzem, de mivel a helyszín itt volt Sárospatakon, úgy gondoltam, hogy akkor ez így adva van, hogy nem kell sehová utazni, nekik hadd próbálják meg. Elég szépen szerepeltek, elégedett is voltam velük, és aztán még a zsűri is, hiszen országos fesztiválra javasolta őket, úgyhogy hát a továbbiakról, hogy aztán erre az országos fesztiválra eljutunk, vagy hogy jutunk el, ez még a következő napokban dől el. Kétféle táncanyaggal foglalkoztak ők, és az első fél évben, amit tanultunk, azt a karácsonyi gálán mutatták be, és most pedig egy ilyen mezőföldi táncanyagot ismertek meg, és az ebből készült koreográfiával mutatkoztak be Pünköstkor is, a fesztiválon is, és tegnap is.
és hát majd a folytatása tánctáborba, hiszen több gyermek is jelentkezett, hogy szeretne a nyár folyamán is egy kicsikét ezzel foglalkozni. Hogyan látod az utánpótlás helyzetét? Érdekli a mai fiatalokat, gyermekeket az, hogy táncolnak? Hát a kicsiket feltétlenül, én úgy érzem, tehát azt tapasztalom, az óvodásoknál elég nagy létszámban voltak is. Éppen az elmúlt héten volt egy ilyen pünkösdölés rendezvény a Karolina óvodában, ahol táncházat kellett, hogy tartsunk, és szinte az egész óvodai gyereksereg bent állt, tehát gyönyörű látvány volt, hogy mindenki csinálta, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. És akkor, amikor még leginkább arról szól, hogy játszunk, hogy énekeljünk, hogy jól érezzük magunkat, addig nincsen probléma. Akkor nehezebb már, amikor ugye bejönnek az iskolai tantárgyak, igazából olyan 7.-8. Vannak problémák, hiszen az új tantárgyakkal, egy-két becsúszott rossz jeggyel, akkor a szülő azzal büntet, hogy nem mehetsz gyermekem próbára, még ha szereti is, aztán így előbb-utóbb előfordul, hogy egy-két gyerek lemorzsolódik, de én azt tapasztalom, hogy hál' Istennek azért érdekli a fiatalokat ez is, akik járnak és megszeretik, azok azért folyamatosan és kitartóan és évekig fogják ezt csinálni. Thank you.
Kovács Buri kolléganőmmel közösen vezetett Siserébe zángolha csapatok. Ők gyakorlatilag évek óta dolgoznak már együtt. Tehát én a Sisere, mint a zsákból, mint külön osztály, az egyik alapfok 4, a másik alapfok 6-ban van most éppen. A művészetoktatási rendszerben ezt a helyet foglalják el tulajdonképpen, de mivel ilyen osztályonként ezt nehéz működtetni, ezért inkább csoportokkal dolgozunk éppen annak okán, mert a bemutatkozási lehetőségek, a fesztiválrendszer mondjuk, és az egész néptánc mozgalom így épül fel, így lehet szervesülni ebbe a rendszerbe. A elmúlt évek során nagyon sok érdekes tapasztalatunk volt. Azt gondolom, hogy mind a két csoport, illetve mi magunk oktatóként is nagyon sokat tanultunk és nagyon sokat változtunk. Együtt a néptánc mozgalommal, tehát a kollégák kérdései kapcsán nekem is megindultak így a gondolataim, amiket fölvetettek, hogy mondjuk egy hétköznapi ilyen művészetiskolai oktatás keretein belül hogyan tudunk a éppen aktuális trendeknek megfelelni, vagy akarunk-e, vagy hogyan veszünk részt ebben az egészben. És az mi szempontunkból, a két csoport szempontjából én azt tartom kiemelendőnek, hogy amellett, hogy ebben a műfajban, vagy és ennek a műfajnak a szoros élvonalában folyamatosan bent vagyunk, ami nagy öröm számunkra, ami azt mutatja, hogy a munka az jól zajlik, tehát az, ami mondjuk kifelé egy értékmérő, az jól zajlik. Gondolok itt arra, hogy országos csoportos verseny döntőiben mind a két csapat tavaly bent volt a zsákból, hát, és ami különösen nagy büszkeség számunkra, hogy a kettőnk koreográfiájával nevezték a országos gyermektánc antológiára, és részt is vett a tavalyi bemutatón. Vannak külföldi meghívásaink, a régiós fesztiválokon rendre szépen szerepel a Síksere is, a zsákbólha is. A Sisere egyébként ezen az országos versenyen, az említett csoportos országos versenyen helyezést is ért el. Külföldi vendégszerepléseken tavaly Krosnóban, illetve a Sisere, a zsákbólha pedig idén, most májusban Montenegróban egy CIO fesztiválon vendégszerepelt. Tehát, hogy ezek a fajta ilyen szakmai értékmérők, ha tetszik, ezek folyamatosan jelen vannak az életünkben. Ezek az eredmények, ezek jönnek, ami én azt gondolom, hogy mind a táncosoknak, mind a mi munkánknak egyfajta fokmérője, tehát ez csak egy aspektusa. A másik része, ami a versenyeken kívüli és az eredményeken kívüli aspektusa ennek, ami úgy gondolom az elmúlt egy-két évben sokat változott, az az, hogy mind a két csoportban igyekszünk egy olyan fajta csoportlégkört megvalósítani, ami otthonos lehet minden gyerek számára, hiszen mindenkinek mások az igényei a csoportban való együtt működésnél, és hogy ez a lehető legtöbbet jelentse a csoport minden tagja számára. Itt arra gondolok, hogy amikor együtt dolgozunk a gyerekekkel, akkor érdekes módon nagyon sok visszajelzést kapunk tőlük is, és ezek a visszajelzések, ezek nagyon jók beépítve akár a táncos munkába, akár akár a koreográfiákba, hiszen volt már erre is példa, hogy az ő ötleteik is nagyon sok mindent hozzá tudnak tenni. És ez a fajta együtt gondolkodás mind a két csoportban jelen van, és ez új tartalmakat ad. Ennek én borzasztóan örülök. Úgy érzem, hogy sikerül egy olyan fajta védett közeget teremteni, ahol mindenki ki tudja próbálni magát, hiszen nem csak csoportban dolgozunk, hanem szólótánc versenyeken is van, akik mondjuk szeretnek és éreznek magukban ambíciót, hogy tudnak és akarnak egy ilyen versenyen részt venni. Így aztán ezek az ambíciók is mondjuk meg tudnak jelenni, és adott esetben úgy tudnak megjelenni, hogy ezek nem keltenek, nem generálnak feszültséget a csoportban. Ezek megint csak jók, illetve azt is látom, hogy vannak olyan érési folyamatok, hogy sikerül a gyerekeket azon a
olyan módon visszajelezni nekik, hogy a saját erejüknek mérten vállaljanak. Hiszen ebben a korban, de gyakorlatilag az egész mostani korunkban egy folyamatos idea az, hogy szerepeljünk. Ugye ma nagyon sokan szerepelni akarnak, a tehetségkutatók erre épülnek, van egy ilyen fajta presszió is nagyon sok esetben, úgy érzem, akár a szülők, akár a tanárok részéről, ez nem gondolom feltétlen rossznak. Azt gondolom, hogy ennek meg lehet a helye. És hogyha valaki ebben jól érzi magát, akkor ez jó. Ha valakinek nem, akkor viszont ott a csoport, ahol ugyanúgy ki tud teljesedni, ad egy védett közeget, ahol ki tudja magát próbálni, kapott visszajelzéseket arra, amit csinál. És én úgy érzem, hogy ez a fajta munka, ami ilyen módon zajlik, ez a együtt gondolkodás a csoporttal és a gyerekekkel való együtt működés, ez nagyon sokat tett hozzá az elmúlt két évben mind a két csoport fejlődéséhez és mind a két csoport működéséhez. Pontosan ez jutott eszembe, hogy ma már nem lehet, és ez bármelyik esetben ugye, hogyha beszélünk a csoportokról, hogy nem csak táncról beszélünk, hanem azért, hogy sokkal több mindent kapnak a gyerekek. Ilyen szempontból viszont óriási a felelősségetek, egy közösségépítés, vagy a kultúra átadása kapcsán, hogy mi is az, amit meg akartok mutatni, és mit akartok elérni. Tehát már itt nem csak táncról beszélünk. Jól gondolom? Így van. Pontosan emiatt, hogy Gábor említette, hogy nem kifejezetten egy osztályként kezeljük őket, hanem csoportként, közösségként. Tehát mi azt is fontosnak tartjuk, hogy azért egymást sért felelősséggel tartoznak, hogy az egyiknek a másik munkájára ugyanolyan fontos vagy szüksége van, és hogy segítsék egymást, és együtt érezzék jól magukat, illetve ne az legyen, hogy csak én vagyok a fontos, tehát az kicsit az ilyen önző tulajdonságot, ami minden emberben valamilyen szinten jelen van, hogy ezt tudja kezelni, tudja kordában tartani, és teremtünk lehetőségeket arra is, hogy ne csak kifejezetten ilyen iskolai táncpróba, hanem akár egy hétvégén valamilyen más módon is együtt legyünk, együtt szórakozzunk, és együtt érezzük jól magunkat, és ebből adódóan teremtünk lehetőséget arra is, hogy alkalmakat, lehetőséget arra is, hogy együtt szórakozzunk, és más módon, tehát nem kifejezetten négy tánc próbán, hanem bármilyen, egy petélkedőn, egy táncház, ami végülis csak összeköt minket, illetve barátságok alakulnak, amik aztán nem csak a táncpróbán, hanem az egész életükön át jelen van, és együtt tartanak születésnapokat, és nem biztos, hogy ők osztálytársak egyébként vagy egy iskolában járnak, és ezek a kapcsolatok, a tapasztalataink azt mutatják, hogy bizony akár felnőttkorik is elkísérik őket, hiszen vannak olyan volt tanítványaink, akik közül egyik-másik már családos ember, aki itt gyerekkorában tánc kapcsán alakult ki barátság, ami végigkísérte az egész életét, és még csak nem is egy faluban vagy településen laktak, mert az egyikük Sárospataki volt, a másikuk akár Hogyka, és olyan szinten összekötötte őket, illetve hát is többüket, hogy ez kihatott a magánéletükre is. Thank you.
Thank you.